Először is gratulálok a hétvégi mérkőzéshez, nyertetek és neked is jól ment a futball, hogy láttad saját, illetve a csapat teljesítményeit. Köszönjük szépen a gratulációt. Szerintem jobb volt, mint az EGRI meccs, bár a csapatban hiába fogadkoztunk azért, hogy nem foglalkozunk az EGRI meccsre, de szerintem azért benne volt még a csapatban, mert tényleg ki lehet kapni, csak ott tényleg ott voltak gondok. Elég lazán vettük azt a mérkőzést, úgyhogy ezt mindenféleképpen el akartuk kerülni. De ennek ellenére a játékunk az elején nem volt olyan jó, nem volt teljesen gördülékeny, de utána szerintem belejöttünk, és a gól után szerintem abszolút mi domináltunk. A második gól után, meg a kiállítás után, meg már szerintem abszolút azt a játékot játszottuk, amit mondjuk a honvédelem, vagy még előtte is, úgyhogy szerintem akkor már nagyon jó volt a csapat játéka. Véleményed szerint minek köszönhető az, hogy majd 38 évesen is ilyen fit vagy, és ilyen formába tudsz lendülni évről évre? Hát igazából nem tudom. Majd 39, mert jó hónapban 39 leszek. Fiatalítani akartam. Köszönöm. Egyébként nem tudom, én ugyanazt csinálom, amit tavaly is. Tavaly valahogy nem jött úgy össze, mondjuk akkor nem volt ennyi sérült, és megkaptam akkor is a lehetőséget, csak akkor valahogy nem jöttek össze a dolgok. Most már úgy éreztem a felkészülési meccseken is, kaptam lehetőséget a Ligakupákon is, úgy jobban éreztem magam. És igazából nem tudom az okát, ugyanúgy csinálom mindent, mint előtte, de nem figyelek különösen oda sem a magánéletemben, sem a pályán, ugyanaz sem, amit 20-22 évvel ezelőtt csináltam. Egyébként hogyan kell ezt elképzelni, hogy készülsz egy mérkőzésre? Mondjuk, hogy néz ki előtte egy-két nappal már a programod, mi az, amit másként csinálsz, mint hogyha esetleg nincs meccs a hétvégén? Hát mindig korán fekszem egyébként, és korán kelek. Hát, még hogyha belegondolok, nem nagyon. Úgy élem a hétköznapra, mint mérkőzés előtt. Annyi, hogyha idegenben megyünk, akkor elmegyünk egy nappal hamarabb, és akkor nyilván akkor össze vagyunk zárva, akkor egy picit más. Én már jobban szeretem azt, amikor magamnak meg tudom tervezni a dolgaimat. Akkor sem csinálok különösebben más. Lefekszem korán fölkelek, aztán úgy pihengetek, igazából nem sok mindent csinálok. Vagy elmegyek ide-oda, mondjuk meccs előtt, idélőtt, akkor nem nagyon szeretek otthon lenni, inkább megyek. Intézem a semmit végül is, de elmegyek otthonról. Mennyi időt vesz igénybe a regenerálódás, illetve többet vesz igénybe, mondjuk 10 évvel ezelőtt? Ja, persze, ezt érzem. Ezt érzem, hogy egyébként hamarabb fáradok, így meccsen is, hogyha így kezdőként játszom, akkor például most legutóbb az Eger meccsen játszottam kezdőként a Liga Kupába, és akkor úgy éreztem, hogy fú, azért el tudok fáradni nagyon, és hát olyan most eddig egy nap elég volt, most már azért kell két nap, hogy így kirúgjam magam, hogy így jól érezzem magam. Hát ez tudtam én is, csak így mikor az ember így átéli, akkor egy kicsit rosszabb, hogy most már több idő kell, de nem probléma ez sem. Hogyan éled meg, hogy egyfajta ikonként tisztelnek itt a szurkolók, meg szerintem a csapattársak is, és annak idején neked ki jelentette ugyanezt, mint most Dombi Tibor jelenti a fiataloknak? Hát nekem nem voltak ilyen kedvenc játékosaim, nekem mondjuk, hogyha nézzünk egy játékost, akkor nekem külföldi játékos volt, én a Milán-Holland szurkolótam és a Van Basten volt a kedvenc játékosom, de hát nyilván nem ismertem így, négy szem közt sem találkoztam vele, úgyhogy nem tudtam úgy ránézni, mondjuk mint a csapattársaim, vagy itt a szurkolók, hogy minden nap itt vagyok meg, hétköznapi ember vagyok, tulajdonképpen én is itt vagyok minden nap. Lokiban meg Kondás elemér volt biztos. Igen. Hát Elivel együtt játszottunk, tényleg mikor még fölkerültünk ilyen fiatalon, 19-20 évesen az NB1-ben, akkor ő tényleg már ilyen rutinos játékosként került fel, úgyhogy ő meg a Horváth Béla volt, meg Mező Józsi, akikre úgy néztünk föl, hogy akármit mondtak, ha hülyeséget mondtak, akkor is elhittük, úgyhogy ha lehet valakit említeni, akkor ők voltak azok a játékosok, akikre úgy felnéztünk és adtunk a véleményükre, nem csak én, hanem a csapattársam, fiatal csapattársam, a Sándor Tomiékkal együtt, úgyhogy ha valakit említenek, akkor őket említenék. Az, hogy élem meg, nagyon jó érzés tényleg, de ezt nem csak a meccsen, így a szurkolóktól nagyon jó érzés, azt jelenti, amit mondtál, a csapattársak is, hogy így hülyéskednek velem, viccelődnek velem mindig a fiatalok is, de mégis azt a tiszteletet mégis érzem felőlük, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés. Sokat szó teszik fel ezt a kérdést, szerintem én is többször föltettem már, meddig várható még, hogy futballozol? Igen, elég unalmas kérdéseket tettél fel eddig is. Hát nem tudom. Megmondom őszintén, hogy tavaly nagyon kereszt szezonban nagyon játszottam, és utána elkezdődött az új szezon, és
akkor így mondtam, hogy úgyhogy nem fogok játszani, nem, nagyon szeretek edzeni, de hogyha nem fogok játszani, akkor így decemberben. Tehát, hogy abba vagyom már, meg is vettem a szeget, beleveltem a falba, majd a cipőm felakasztom, aztán így jöttek ezek az edzőmeccsek, jöttek ezek a ligakupa meccsek, meg a bajnokikon is keretben voltam egy csomószor, meg még be is álltam, úgyhogy ilyenkor meg mindig az van, hogy dehogy hagyom abba, pláne mondjuk van egy ilyen mérkőzés, akkor olyan erőt ad, mint hogy a tavalyi bajnokságot is úgy éltem meg, hogy nem nagyon játszottam, de viszont elég becseréltek azon a meccsen, amelyeken megnyertük a bajnokságot, és akkor teljesen magamének éreztem, szóval nem kell sok nekem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy játszok, ameddig engedik. Most is így vagyok ezzel, hogy ameddig lehet biztos, hogy játszom, és tényleg nem próbálom foglalkozni a korommal, hanem tényleg jól érzem magam, aztán majd lehet, hogy egyik napra a másikra jön ez el, de most még nem érzem ezt.